Nehéz év volt a tavalyi a mezőgazdaságban is. Míg sok területen át tudtak állni home office-ra, az agráriumban ezt nem lehetett megtenni, ugyanúgy kellett dolgozni tovább. Az agrárminiszter televíziónak adott interjújában arról beszélt, ekkor vált stratégiai ágazatta a mezőgazdaság. A magyar kormány ennek megfelelően hozott egy stratégiai döntést, egy történelmi léptékűt, amely azt mondja, hogy a nemzeti társfinanszírozását az Európai Uniós támogatásoknak 80%-os maximális szintre emeli, azaz soha nem látott mértékű forrás, mint egy 4265 milliárd áll rendelkezésre. Ez háromszor több, mint a megelőző 7 esztendő forrása volt, azaz egy esztendőbe fizetünk ki most annyit, mint a megelőző 7 esztendőben összesen. Tehát ez egy ekkora volumenű összeg. A cél, hogy az ágazat minél több szereplője tudjon korszerűsíteni, modernizálni a támogatásnak köszönhetően, bárki a legkisebb termelőktől a legnagyobbakig. A jelenleg nyitva álló kiírások közé tartozik a mezőgazdasági kisüzemek támogatására kiírt pályázat, amely 15 ezer eurónak megfelelő segítséget jelent az érintetteknek. Ebből a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó eszközöket, gépeket vásárolhatnak, ültetvényt telepíthetnek, állatot vásárolhatnak, vagy éppen meglévő üzemüket fejleszthetik. Az Agrárminisztérium június elejé adatai szerint már 1300 pályázó kapott támogató okiratot több mint 9 milliárd forint értékben, legközelebb pedig augusztusban lehet pályázni. Emellett az állattartó telepek fejlesztésére is lehet forrást igényelni két kategóriában is. Nyitva van a kis állattenyésztési pályázatunk is, amely azt a célt szolgálja, hogy hogyan tudjuk a kisebb állattenyésztő telepek támogatását támogatni. Ez azt jelenti, hogy a baromfés sertésállomány tartók számára mint egy 100 millió forintos felső határa lehet pályázni, a szarvasmarha ágazat 50 millió forintos határral, a juhok és egyéb ágazat pedig 20 millió forintot kaphatnak 50%-os intenzitás mellett. De emellett természetesen nyitva van a nagy állattenyésztő telepek korszerűsítését szolgáló pályázat is, ahol a felső határ mintegy 2 milliárd forint. A támogatási kérelmeket július 14-től lehet ismét benyújtani új állattartó telepek létesítésére, meglévő korszerűsítésére, vagy az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére. Lehet pályázni közben a kisebb kertészeti üzemek megújítására is, melynek köszönhetően kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges eszközöket, gépeket lehet venni. A felhívások részletei a pályázat.gov.hu oldalon ismerhetők meg.